Köszönöm szépen a szót, nem tudom, hogy érdemben hozzá tudok-e ehhez a nemzeti egységhez tenni. Hozzászólásommal három dolgot szeretnék ugyanakkor kiemelni. Az egyik az, hogy bár nagyon fontos az, hogy ez megtörténik, és nagyon fontos az, hogy ne bukjon el ez az ügy, és ezt mindannyian elmondtuk most. Keresztes László Lánc frakcióvezető úrhoz kapcsolódva azért el kell mondani, hogy maga ez a fajta Európai Uniós fegyverzet, amit most használunk, ez azért nem a legerősebb. Tehát ez egy petíciós bizottságon kerül megtárgyalásra az Európai Parlamentben, ahol általában a frakciók azokat az embereket delegálják, akik nem a belső hatalmi játékoknak a legerősebb tagjai, és innen nagyon nehéz nyomást gyakorolni. Ugyanakkor nekünk az a felelősségünk, hogyha azt gondoljuk, hogy az Európai Unió alapjogait mindenki számára érvényesnek látjuk, és mindenki számára kettős mérce nélkül érvényesnek látjuk, akkor ezeket akkor is érvényesnek látjuk, amikor Európai Uniós tagországokat ezeket korlátozzák a magyar nemzeti kisebbségekkel szemben, amit amúgy Románia tulajdonképpen töretlenül tesz Európai Uniós csatlakozása óta, de Szlovákiában ugyanez a helyzet. Paradox módon sok szempontból jobb helyzet van egy olyan országban, ami nem tagja az Európai Uniónak a magyar kisebbség tekintetében. Ez a kettős mérce az Európai Unió egyik szégyenfoltja az LMP szerint, és ezért volt, hogy az LMP az Európai Zöld Pártnak az alapértékei közé fölvetette 4 évvel ezelőtt azt, hogy a kisebbségi nyelvhasználat Európai Uniós alapjog. Ez az Európai Zöldeknek az elfogadott álláspontja az LMP javaslatára. Tudomásom szerint az Európai Néppártnak ilyen állásfoglalása nincs a Fidesz javaslatára. Ugyanakkor ezt ilyen, hát hogy mondjam, azért a jegyzőkönyv kedvéért fontos elmondani, hogy ezt részben azért is tudtuk megtenni, mert az Európai Zöldek ugye az európai regionalistákkal ülnek egy frakcióba az Európai Parlamentbe. De az a helyzet, még ami második fontos szempont ebben, hogy nagyon sok ország, amelynek vannak jelentős magyar kisebbségi lakosai, élnek azzal, szintén Románia és Szlovákiára jellemző, hogy az Európai Uniós fejlesztési forrásokat és egyéb fejlesztési forrásokat elvonják a magyar lakta területekről. Ugye ez sokszor nagyon nagy problémája a helyi kisebbséget képviselő pártoknak. Talán egy ilyen európai nyomással el lehet érni azt, hogy etnikai alapon ne tudjanak forrásokat megvonni semmilyen területtől. Ezt tudná kezelni a képviselőtársam által említett közlekedésbeli problémát is, de egyéb más ilyen problémát is. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindenki, ahol tudja, hírverést csináljon ennek az ügynek, írjuk alá a lehető legtöbben, mindenki használja föl azt a celebritásokkal és médiával lévő kapcsolatait, ami a Fidesz soraiban jelentősen megtalálható. Én kétségtelenül így fogok tenni, és reméljük ez valamennyire segíteni fog ennek az ügynek. Még annyit elmondanék egy lakonikus kritikaképpen azoknak, akik nincsenek, mondjuk sem az előterjesztő sorába, de ugye a Párbeszéd most még a napirendre vételt is támogatta, tehát a jegyzőkönyv kedvéért fontos elvonni, illetve a sürgősségi részét támogatta ennek a határozati javaslatnak. Tehát a demokratikus koalícióba tartozó ellenzéki kollégáimnak annyit tudnék mondani, hogy lehet a Magyar Szocialista Párttól tanulni abban, hogy hogy lehet egy régi rossz döntést, egy régi helytelen döntést kijavítani. Mesterházi Attila ugyanis elment és bocsánatot kért Erdélyben, ez egy előremutató dolog volt, szerintem a demokratikus koalíciónak is ezt meg kéne tennie, mert 2004. december 5-e sajnos azóta is súlyos problémákat okoz a magyar érdekképviselet tekintetében, és az ilyen nemzeti egységek azok, amik kapcsán ezeket ki tudjuk javítani, és amik kapcsán vissza tudjuk állítani azt a csorbát. Köszönöm szépen!